Régóta kinőtte már az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezete a Vörösmarty téren lévő központi irodáját. A munkatársak és a megyei vadásztársadalom örömére a jövőben már tágas térben korszerű feltételek várják az ügyfeleket. Az új épület továbbá közösségi rendezvények lebonyolítására is lehetőséget biztosít. 2020. decemberében költöztünk át ide Sóstóhegyre, a Muskotály utcára, egy 410 négyzetméter területű iroda épületbe, teljes épületet sikerült tulajdonba vennünk. Gyakorlatilag az volt a koncepció, és ezt is valósítottuk meg, hogy a napi ügyintézésen túl egy olyan központi teret, egy olyan közösségi teret alakítsunk ki a megye vadászainak, ahol bármikor jól érezhetik magukat, szakmailag fejlődhetnek, és akár családi, sőt akár vadásztársasági rendezvényeket is tarthatnak, hiszen az udvar és maga az épület erre alkalmas. A jövőben már a vadászvizsgák megszervezéséhez sem kell helyszínt bérelni, az egyik terem ugyanis oktatásra és vizsgáztatásra is alkalmas. Az épületben helyet kapott egy olyan digitális eszköz is, ami egyelőre egyedülállónak számít az országban. Ezt a szimulátort kezdő vagy akár profi vadászok is kipróbálhatják. A program segítségével fejleszthetőek a készségek és kiszűrhetőek azok a hibák, amelyeket a vadászok még egy-egy szezon elején gyakrabban elkövetnek. Az épületben emellett kialakítottak egy könyvtárat is. Nyilván vannak olyan ügyintézések, amikor hosszabb időt kell bent tölteni egy ügyfélnek, mondjuk amikor egy társaság hozza a vadászjegyeket, akkor akár egy órát, másfélet is itt töltenek. Nem fölöslegesen, hiszen beülhetnek ide, lapozgathatják a régi újságokat, a régi könyveket, és ha nagy Isten valamelyik megtetszik nekik, akkor szabad a vásár, be lehet jönni, akár egész napra is olvasgathatnak. Aki diplomamunkát ír, sok olyan könyvhez tud hozzáférni, amely egyébként könyvtárban sem biztos, hogy fellelhető már. Tehát azt gondolom, hogy ez egy unikális és újszerű szolgáltatása a kamarának. Ahogy minden évben, vadászni idén is csak érvényes jeggyel lehet, ennek megújítására már szintén az új telephelyen van lehetőség február végéig. Fazekas Gergely elmondta, a vadásztársaságok erre a hónapra már jellemzően időpontot foglaltak. Így azoknak, akik szeretnék a közeljövőben érvényesíteni engedélyüket, érdemes bejövetel előtt telefonon érdeklődni a várható forgalomról, ezzel is elkerülve a várakozást és a zsúfoltságot.